Édesanyám családja Kádárfönt a Mátrában. Édesanyának a nagybátyja jött egyszer hozzánk, 13,5 éves voltam, itt gyártottak banyán hordókat. Hazajöttem iskolából, bedobtam a táskát a pad alá, mentem le hozzá segíteni, nyilván akkor még minden kézekre csinált. Így tetszett meg, hogy 85-ben kezdtem a Kádár iskolát, és 93-ban letettem a mestervizsgát. Ha valaki nálunk rendel szaunát, az csak egyedi szaunát bír rendelni. Kimegyek helyszínre, megbeszélünk mindent, hogy mit szeretne bele, mekkora legyen, milyen magas, milyen borítás legyen kívül, milyen borítás legyen belül, kell-e bele Bluetooth hangszóró, kell-e bele vezérlés, a irány, mindent, ott mindent letárgyalunk. A beltér szaunáknak 5 centis a vászszerkezete, oda 5 centi szigetelést teszünk bele, a kültéréknek legalább 10 centinek mindenképp meg kell lenni. Az nagyon fontos, hogy kívül-belül légmentesen le van zárva, tehát teszünk rá kívül-belül a szigetelésre és a keretre hőtükrös fóliát, ez le van zárva, minden illesztésnél lehúzzuk alul szalaggal, légmentesen körberagasszuk az egész keretet. Tehát az egy teljesen, mondtad, egy panel csinálunk meg. Ez általában minden szóna 5 darab panelból áll, tehát vannak egy 4 oldal tetején. Ezt igyekszünk itt legyártani, már úgy megy ki a műhelyből, hogy mindenki működik, a infra benne, működik a Bluetooth, működik a finkájha benne, működik a spotlámpák, működnek az RGB világítások, működik a vezérlő. Ennek köszönhetően most már csak a helyszíni munka az, mit tudom, egy napot vesz igénybe. Ez úgy működik, ez a kályha választás is, hogy ugye ez légköbméterre válaszuk ki a kályhát. Tehát elvileg úgy kell számolni, hogy ahány légköbméter, annyiszor kilovattos kályha kell bele a szaunába. Egy 9 kilovattos kályha, mondjuk egy 220-220-os szaunának, egy kültérnek, ami belsője az 2 méter x 2 méteres, 8 légköbméter, 9 légköbméter. Azért teszünk bele 9 kilovattos kályhát, azt épp most próbáltuk ki, 12 fokról 15 perc alatt főfütötte 50 fokra, fél óra alatt felfűtötte 70 fokra, és 3 óra alatt felfűtötte 93 fokra. Tehát ennyire le vannak szigetelve a szaunák. Tehát nem egész egy óra alatt szaunázható. Van 6-7 fajta anyagunk, amit lehet ráválogatni külső-belső borításnak. Lehet égert, lehet hást, lehet északi lucfenyőt, termóútfenyő lambériát, és lehet termóútpanelt, amit csak mi gyártunk Magyarországon. Van egy olyan saját termékünk, amit úgy hívunk, hogy termóvúd panel lambéria. Ezt most kezdtük el gyártani. Ez ilyen kis termóvúd darab, kis fadarabok vannak összerakva. Ezek vannak leragasztva, és ugye ezekből fog összeállni majd a maga a szaunának a belső fala, belső építménye, ebből lesz a lambéria. A beltéri és kültéri szaunák között csak egyetlen különbséget tudok így hirtelen mondani, a szigetelés vastagságot. Kültérre csak 10 vagy az fölött lévő szigetelt anyag mehet. A szaunákra általában én 8 mm edzett üvegajtókat szoktam rakni, ugyanez vonatkozik a szaunafrontokra is, hogyha úgy kérik, hogy nekik nem burkolt oldalú szauna kell, hanem üvegfrontos szaunákat, akkor legalább 8 mm-es edzett üveget szoktam beletenni, az most lehet víztiszta vagy bronz, viszont ha külön kérik, akkor viszont mehet bele szigetelt üveg és dupla üveg. Én minden termékre adok 3 év jótállást. A Dézsára is és a szaunákra is. Ez egy kézműves termék. Ez nem futószalagon van gyártva. Ennek van egy maximum darabszáma havonta, ennél többet nem is szeretnék csináltatni a csapattal. Ami én szerintem nagyon fontos, hogy a darabszám nem menjen minőségrovására. Mindenképp magyar terméket válasszon az ember. Tehát ha én veszek kintről mondjuk a világhol bárhonnan, hogy fogom érvényesíteni garanciát? Ott látta úgy lenni, hogy lemegy egy ember, innen kell nekem havonta 20 darab, és azt ne törődj vele, mit csinálok, azt mondja, én kint kell adom. Na most ezek forgalmazottnak hívjuk Magyarországon, az nem fog garanciával jönni javítani. Hiába adja meg a kinti mester számát, az meg nem fog bejönni Magyarországon javítani. És szerintem a mai világban, amiben hogy nem kevés pénzről van szó, én mindenképp a garanciát tenném elsődleges helyre. Ez 100%. Hát szerintem nekem a legeslegjobb csapatom. Ezt igazából 15-ben szerintem én egyedül kezdtem, tehát egyedül csináltam az összes munkaműveletet a Dézsákkal kapcsolatban. És aztán sorba jöttek a csapattársak. És most úgy állunk, hogy most vagyunk 80 rendes fővárás munkaidőben jelentve cégnél. De még ez mindig pici cég. Tehát ennek vannak azért határai ennek a cégnek. Úgyhogy én nagyon büszke vagyok a csapatra.